Több mint 100 éve nem volt ritka látvány a katona sátor Aljamújhelyen, hiszen mint háttérváros, hadikórházat működtetett, és többek között a frontra indulóknak is egyik állomása volt az első világháború idején. A nagy világégés végének napján, november 11-én emléksétával rótták le a kegyeletüket az újhelyiek a hősök előtt. A nem mindennapi eseményt az Eötvös József Börtönügyi Egyesület szervezte, azon állomások mentén, amely a város első világháborús eseményeinek helyszíneit mutatja be. Az első világháború befejezésének a 100. évfordulója, amikor elhallgattak a fegyverek, és ennek a 100. éves évfordulónak a kapcsán szerveztünk itt Sátoraljaújhelyen egy emléksétát. Az első világháborúnak a Sátoraljaújhelyi helyszínein, létesítményein egy ilyen történelmi emléksétában kapcsoltuk össze. A 10 első világháborús emlékhely állomásai az újhelyi tengerészekre emlékeztető táblától indult, de meglátogatták az ipartestület tagjainak névsorát, akik katonaként védték a hazát az első világháborúban, a 10-es honvéd laktanyát, amely ma tűzoltó parancsnokságnak ad helyt. A sétán résztvevők tehát olyan helyeket ismertek meg és információkat tudtak meg, amelyekről eddig keveset tudtunk az első világháborúból. Büszkék vagyunk arra, hogy a most a tűzoltó parancsnokság laktanyájaként szereplő objektum ilyen nagy régi múltra tekint vissza, illetve olyan magyar hősök voltak itt előttünk a laktanya területén, amik ugye a világháborúban vagy hősi halált haltak, vagy pedig az országot védték, és ugye büszkén védték az országot. Sátoraljaújhely nem a közvetlen harcok idején vette ki a részét a háborúk során. Az első világháborúban elsősorban egészségügyi ellátásban és a frontra indulók támogatásában, mint katonai csomópont vette ki a részét. Így a sétán a vasútállomást is érintették a résztvevők, ahol Schweik a katona várta a látogatóit egy jó pofa sörre. Így adtok jó katonát! Ezt már szeretjük! Ezen megosztozunk! Az összes keleti frontra induló vonat ezen a pályán haladt végig, és szomorú tényként pedig visszafelé is a sebesülteket, rokkantakat szállító vonatok is ezen a pályán mentek végig. Ugye azért is jött létre itt az ország egyik legnagyobb barakkórháza, mert az itteni vasútvonal mentén tudták létrehozni egy leágazással, hogy gyorsan és könnyen tudjanak segíteni a járványbetegeken és egyéb sérülteken. A nagy háború nyomában nem csak ezzel az emléksétával idézik a 100 évvel ezelőtti eseményeket Sátoraljaújhelyben, de készül egy izgalmas Újhelyt és az első világháború eseményeit bemutató nagy kiállítás is a Kazinczy Ferenc Múzeumban. Kifejezetten Sátoraljaújhely háborús életét dolgozza fel ez a kiállítás, Újhely és a nagy háború címmel, ahol tulajdonképpen azok a szempontok jelennek meg, amit az imént felsoroltam, a vasútállomás, vasúti csomópont szerepe, a laktanya szerepe, a sátoraljaújhelyi sebesült ellátási intézményeknek a működése, illetve a város közélete, amit egy kávéháznak a meccéspontján keresztül mutatunk be. Egy komoly társadalmi gyűjtésen vagyunk túl, a lakossághoz fordultunk, és nagyon sokan adtak be első világháborús tárgyakat, relikviákat, számos magángyűjtő is jelentkezett, akik ugyan nem ajándékozták nekünk a tárgyakat, de letétben a kiállításon ezeket bemutathatjuk. Egy olyan mikrotörténeti kiállítás lesz, ami az újhelyi emberekről, az itt élt elődeinkről, a mostani újhelyieknek szól alapvetően. A séta a felújított hősök temetőjében ért véget, ahol az emlékezés gyertyáit gyújtották meg a résztvevők, és mindenki piros pipacski tűzővel tért haza, mely virág, világszerte a háborús hősök tiszteletének jelképe. Galícia közepébe, Galícia közepébe. Van egy kaszárnya építve, van egy kaszárnya építve. A kaszárnya kapujára, a kaszárnya kapujára. Rá van az én nevem írva, rá van az én nevem írva. Az van oda ráírva, az van oda ráírva. Haza ne várjatok soha,
hazahozó ne várjatok soha. Je to stále pekné. Není to o smutku, není to o strachu zo smrti. Je to stále o živote. Sú aj také dni, keď nám pacient povedal, že dobre, tak teraz ma už nechajte. Ďakujem vám za všetko, nechajte ma. Tento kúsok cesty pôjdem sám. Niekto sa ma spýta, je život v hospici smutný? Vy sa niekedy smejete? Áno, smeje sa aj ten, ktorý odchádza. Je to tak pekné a človek začne uvažovať o svojom byti, o svojom živote. Čo sme urobili dobre a čo chceme urobiť ešte lepšie. Sme v priestoroch bývalého súkromného hospicu Harmónia v Slovenskom Novom Meste. Vďaka manželom Takáčovcom to bol pred 15 rokmi jeden z najmodernejších hospicov na Slovensku. Slovenská republika však prijala nové normy pre takéto zariadenia. Dnes sú jedny z najprísnejších v celej Európskej únii. Často o bytí či nebytí hospicov rozhodlo pár decimetrov kubických vzduchu v jednej miestnosti. Štát, ktorý sa nedokáže postarať o väčšinu umierajúcich, tak znemožnil prácu tým, ktorí to vnímajú ako svoje životné poslanie. Podal im aspoň niekto pomocnú ruku? Ani zo strany vlády, ani zo strany politických. Verejnej moci. Ako? Áno, verejnej moci. Počas svojej existencie našlo útočisko v hospici Harmónia zhruba 100 ľudí v terminálnom štádiu života. Dnes sú priestory hospicu prázdne. Pani Takáčová vie, že sama by z prevádzky hospicu nedokázala utiahnuť náročné stavebné úpravy. Preto sa rozhodla upozorniť na tento problém usporiadaním behu za dôstojný život zomierajúcich ľudí. Som rád, že týždeň po Košickom maratóne som sa mohol zúčastniť tohto behu a prispieť svojou účasťou dobrej myšlienke. Ani my nevieme, ako skončíme, čiže je to dobrá myšlienka. Náklady i starosti spojené s organizáciou behu zobrala na svoje plecia pani Edita Takáčová. Jej ambíciou je upozorniť na tému dôstojného umierania čo najširší okruh ľudí. Z jej pohľadu je kľúčom k riešeniu väčší záujem tých, ktorí sú plní síl a života. Práve vďaka nim by hospic Harmónia mohol znova plniť svoje poslanie. Ani po smrti manžela sa pani Takáčová nevzdala. Stále navštevuje konferencie, píše odborné publikácie a predovšetkým hľadá tých, ktorí by jej pomohli vytvoriť odborný, vysoko špecializovaný tím paliatívnej starostlivosti. To by bola práca a služby pre všetkých obyvateľov, ktorí poskytujú hospicovú a paliatívnu starostlivosť v celom okrese, snáď možno aj v kraji. Lebo máme tu vytvorené všetky podmienky ďalšie, čo sa týka ambulancie, čo sa týka vedľajších priestorov, kaplnky, spirituálnej miestnosti, miestnosti pre ďalších pracovníkov, pre ďalší tým ako našho hospicového zariadenia. Slovensko je v paliatívnej starostlivosti jedna z najhorších krajín Európskej únie. Sme na tom podstatne horšie ako Maďari, Česi či Poliaci, o Rakúšanoch a Nemcoch ani nehovoriac. Zmení osud hospicu Harmónia v Slovenskom Novom Meste pohľad Slovákov na tému umierania? Odpoveď je možno i vo vašich rukách.
Két vasúti szerelvény ütközött össze. Az egyik vagon felborult. A kocsiban gyerekek rekedtek benn, akik könnyebb és súlyosabb sérüléseket szenvedtek. A gyerekeket a sátoraljaújhelyi tolcsvai és a szerencsi tűzoltók szabadították ki. Szerencsére ez nem egy valós helyzet volt. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a MÁV csoport tartott katasztrófa felszámolási gyakorlatot Sátoraljaújhelyben a vasúti bontó területén. A szituáció során olyan helyzetet modelleztek, melynek során a szakemberek jó tapasztalatot tudtak szerezni a hasonló helyzetek megoldásához. A gyakorlatnak mindig van egy célja, hogy mit szeretnénk kipróbálni, milyen lehetőségeink vannak. Jelen esetben ugye a vasúti kocsinak a megvágása, megbontása volt az elsődleges, speciális igényünk tulajdonképpen, hogy így fogalmazzak, mert ilyet nem minden nap tudnak a kollégák gyakorolni, tehát úgy gondolom ez egy nagyon hasznos tudást, vagy nagyon hasznos ismereteket adott a kollégáknak, és hát természetesen azért egy vasúti szerencsétlenség esetében sérültekkel mindig kell számolnunk, tehát a műszaki mentés mellett az életmentésnek, a személymentésnek a feladatait is mindig végre kell hajtani, és ezt is gyakorolni kell. A vonatbalesetek szerencsére nem túl gyakoriak, de a mindennapi munka során gyakran előfordul, például autóbaleseteknél, hogy a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársainak együtt kell dolgozniuk. De elsősorban azért jelentős ez a mai gyakorlat, mert a mindennapi életben szerencsére nem olyan gyakoriak ezek a balesetek. Azonban a tűzoltóknak, illetve együttműködés társszerveknek megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal kell rendelkezniük, hogy egy éles esetben, helyzetben ezt a mentést szakszerűen és minél gyorsabban végre tudják hajtani. A vasúti szerencsétlenséget modellező gyakorlatnál minden szervnek, ahogy a mindennapi életben is, megvolt a maga feladata. A rendőrség a helyszínt biztosította, a tűzoltók kiszabadították a vagonokban rekedt, sérült gyerekeket, a mentőszolgálat munkatársai pedig ellátták őket. A helyszínen felállított mentési pontban a sérülések súlyosságának figyelembevételével osztályozták és helyezték el a gyermekeket. Az ilyen jellegű gyakorlatok azért hasznosak a mi kollégáinknak, a mi bajtársainknak is a számára, mert természetesen azért hál' Istennek a hétköznapokban ilyen jellegű balesetek azért nagyon ritkán történnek, és az ilyen nagy sérült számmal, és ahogy a jelen példa is mutatta, gyereksérültekkel kapcsolatban, ez mindenféleképpen kell, szükséges az, hogy gyakorlatunk legyen ebben. Mind a mentésben, illetve a szervezésben. A vasúti tragédiában a szituáció szerint 17 diák sérült meg, akik osztálykirándulásra indultak. A statiszták a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulói voltak, ugyanis az oktatási intézmény a Magyar Vöröskereszt bázis iskolája. Kicsit izgalmas, sokat lehet ebből tanulni, és kalandos élményeket tenni. Hát, eseményeken vehetünk részt. Milyen sérülésed volt? Melyik kocsiba voltál? Én a... hát az állókocsiba voltam. Nekem volt egy másodfokú égés. Hát harmad másodfokú égésem a hólyagos, ami már így kiduzzadt. Meg volt egy fejsérülésem a... hát ilyen kis fejsérülés. Hát ilyen bevertem a fejem, és akkor ilyen kék meg zöld volt rajtam. A gyerekek felkészítését a Magyar Vöröskereszt zempléni szervezete végezte. A szervezet szinte élethűen modellezte a sérüléseket. A Vöröskereszt zempléni szervezete rendszeresen részt vesz hasonló rendezvényeken, gyakorlatokon, képzéseket tart, ráadásul segítséget nyújt a diákok első segélynyújtó versenyekre való felkészítésében is. A fiatalok, a diákok rettentően lelkesek, rendszeresen sebimitációs tanfolyamokat, táborokat tartunk. Most legutóbb augusztusban volt egy ilyen sebimitációs tábor Miskolcon, ahol megtanulhatták a fiatalok, hogy hogy kell egy akár egy artériás vérzést, horsolásokat, bármilyen szúrt, vágós sérüléseket produkálni, illetve hogy kell ezeket ellátni. A katasztrófa felszámolási gyakorlat
jó tapasztalatszerzési lehetőség volt a közreműködő szervek számára, így értékelték az eseményt a szakemberek, tekintettel arra, hogy hasonló helyzeteket modellezni ritkán van lehetősége a közreműködőknek. Keby ste sa mali sám charakterizovať, čo by to bolo predovšetkým? Veľmi milý, otvorený a komunikatívny chalán. Vrcholového športu profesionálne. Musím sa poďakovať rodičom v podstate od 4 rokov, keď ma priviedli k judu. Mi v podstate zostala až doteraz. Akurát menila sa tá forma, neskôr som sa od juda presunul k uházanej. A tam som zotrval až do roku 2009, kedy som mal úraz. Tak tým najväčším športovým úspechom asi to bola účasť v Líge majstrov a účasť na majstrovstvách sveta juniorov v hádzanej. A takisto účasť na majstrovstvách Európy seniorov v hádzanej. V Brazílii tie boli, keď som mal 20 rokov, tuším, takže to je... Teraz máte koľko? 35, budem mať 36, takže to je 15 rokov dozadu. Dosť. Hej, tak. Až teraz som si uvedomil, že tak som zostaral. Seriálno. Tak otázku nie je ani tak, čo sa stalo, ale čo sa deje teraz. Jeden múdry človek povedal, že nie je dôležité, čo sa nám deje, ale ako na to reagujeme. Úprimne, veľmi si nepamätám presné okolnosti toho úrazu a viac menej teraz svoju pozornosť zamestnávam tým, aby som svoj život tak, ako teraz, prežil v čo najvyššej kvalite. To znamená, v čo najlepších emočných stavoch okolo seba skvelých ľudí. Naozaj musím povedať, že mám veľké šťastie v živote, či už na skvelých rodičov, na skvelých priateľov a na celkovo ľudí okolo seba. Vy ste napriek úrazu žili a žijete aktívnym životom a nevzdali ste sa ani hádzanej. Opäť obrovská vďaka správnej rade tohto klubu, že som dostal takúto príležitosť pôsobiť v tomto klube na takej pozícii, aké som pôsobil. Aká to bola pozícia presne? Pozícia športového riaditeľa. Bolo to veľmi pekné obdobie, plné zážitkov, skvelých ľudí a naozaj veľmi plodný rok. Mojím primárnym cieľom je postaviť sa na nohy a opäť znova chodiť. Aj z toho dôvodu v podstate vyhľadávam príbehy ľudí, ktorým sa podarilo niečo podobné, postaviť sa na nohy po úraze miechy a začať znova chodiť. A jedným takým strediskom je práve Carlsbad v Kalifornii, kde sa chystáme na intenzívnu rehabilitačnú liečbu a zároveň doniesi stadiaľ ich poznatky, ako robia to, čo robia, a následne pokračovať doma.